Már kora délelőtt folyamatosan érkeztek a lomokkal az adivárosiak, volt, aki autóval, volt, aki kerékpárral jött, de bevásárlókocsival is hoztak fölöslegessé vált eszközöket. Ezt egy lámpát hoztam, ami már évek óta ott áll a pincébe, és most végre van egy jó alkalom, hogy ezt túl tudjak tenni. Ki szokta használni egyébként ezt a tavaszi lomtalanítást? Igen, feltétlenül. Összegyűjtögetünk sok mindent, igaz? Hát így van, az embernek egy csomó felesleges dolga összegyűlik. Nagy segítség tényleg, hogy nem kell ezen gondolkodni, kocsiba be, elhozzuk ide, vagy a rendes telephelyre. A régi fabútorokat szinte azonnal összepréselték, de a rossz műszaki berendezések is a konténerbe kerültek. Radnóti Ákos alpolgármester szerint egyre többen használják ki az ingyenes lomtalanítást. Tavaly is nagyon sikeres volt, hiszen 10 tonna hulladék gyűlt össze, közel 200-an voltak. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha már ezt a lehetőséget biztosítsuk, ugye mindenki elhozza ide a felesleges olyan lomot, hulladékot, fémeszközöket, műszaki berendezéseket, amit itt át lehet venni, ugye ingyenesen itt lehet hagyni. Természetesen működnek további hulladékudvarok a város területén állandó jelleggel, oda bármikor ki lehet vinni, de így most idehoztuk a lakosság elé ezt a kihelyezett hulladékudvart, és sokkal könnyebben ide tudják hozni. A cél az, hogy minél tisztább legyen a város, minél tisztább legyen a városrész, hiszen előfordul gyakran, hogy ez a sok lom egyébként mellé kerül, akár szelektív hulladékgyűjtők, egyéb konténerek mellé szeretnénk elkerülni. Idén újdonság, hogy az olyan városrészekben, ahol szükséges és igény van rá, többször is tartanak majd lomtalanítást.